A kiállítási lehetőség hirtelen jött Herczeg László számára, ezért is lett beugró a címe. Egy tárlatnyi képe már készen volt a művésznek, csak tematikailag, stilisztikailag, mondani való szempontjából kellett felfűznie ahhoz, hogy egységes kiállítás létrejöhessen. Egyfajta rendet, kapcsolódást kellett kialakítani a képek között, amikor elrendezte a kiállításban. Érdekes módon ez 2003-tól 23-ig terjedő időszakból szedegettem ki az anyagot. Pogányi Gábor mondta korábban ezeket a képekkel kapcsolatban, amit ő még látott, hogy ilyen lírai, expresszív, vagy expresszionizmus. De én nem vagyok híve soha a besorolásoknak, mert az kötöttséget, fiókot, stb. Jelent. És egy besorolást mindjárt, ami az alkotói szabadságot korlátozza, véleményem szerint. Én mindig arra törekszem, hogy ehető, érzékelhető képet csináljak, kvázi műtárgyat, de azért levezetem a mai vizuális szemléletek közelébe. Mert ugye azért hosszú idő alatt az változik, de hát én azt az egyenes vonalat, amit kijelöltem magamnak, oldalról bebecsalok egy-két dolgot. Egy festménye, az áttörés nem volt még kész. Arra törekedtem, hogy miután a Teremtés című kép az adva volt, hogy szembe a kontraszt, az áttörés, ugye az hátételesen veszük, akkor az rombolás, tehát erre a kontrasztra és a közte meglévő életünk lehetőségeire, a szépségre, lírára, a természet ünnepére, stb. Mindenre ki tudjon terjedni, és ne lógjon ki semmi azért mégsem a sorból. Úgyhogy így próbáltam összeállítani az egészet. Teremtés című festményénél a sötétség és a fény szétválasztása is jól látható. Majd a fényben eltűnő lány azt ábrázolja, amikor az úr megteremti a férfit és a nőt, mondja Herczeg László. A másik teremben már az élet folytatása látható művein. A Mindenség ablakai című kép, amelyiken, ha kitekintünk az ablakon, benne van a világegyetem, égi jelek szerepelnek rajta, szerepel a tojás, ugye a születés, és akkor folytatódik, hát amilyen az életünk volt, meg a történet, a keresztformákkal, és a keresztformánál fölmerül a kérdés, ugye, hogy keresztforma, kereszt, megfeszítés, halál. És következik a másik kép, ugye az utolsó utáni nap, Beckett drámából, annak a címe. Nem tudjuk, hogy az milyen, én sem, csak ilyen kocsányos maradványokat próbáltam létrehozni azon a képen. És ez a sornak, ez a gondolati sor, ez befejeződik, és kint folytatódik ugye a kontraszttal, az áttöréssel, ami egy meglévő dolgot szétrobbant, beleértve esetleg ezt is, ugye egy vallási virágzatot, és annak a következményei átszakad itt, ott, ez, és mindegyik áttételesen értendő, tehát valami átszakad, megindul egy áramlás. Ezt le lehet vezetni és társítani különböző képzeteket hozzá, történéseket, de én csak szikáran a jelenségre koncentráltam, tehát mint fogalmakat próbáltam megfesteni. És így van összefüggés a dolgok között. Herczeg László 1970 óta fest, ennek már éppen 53 éve. Lantos Ferenc vizuális művészeti műhelybe járt képezni magát. Ez az időszak 1979-től 1982-ig tartott. 82 környékére, mikor a Lantosnak kurzusokat befejeztem, akkor váltam ilyen profi szintű, az Erdős. János sajnos meghalt most nem régen,
hát ilyen profi szerző, és állandó kiállítóvá. És attól kezdve folyamatosan, és azok a jelek, amik akkor azon a képen előkerültek, gesztusok, vissza-vissza térnek folyamatosan. Tehát valamiféle konzekvencia mégis felfedezhető a munkáink között. Azóta rendszeres kiállító, az évek folyamán mindig az egyszerű megfogalmazásra törekedett. Munkái megtalálhatóak magán- és közgyűjteményekben. Akril és olajtechnikával készülnek festményei. Akvarelbe egy jó darabig jó voltam, ezt nem én mondtam, hanem mások, és hozzáértő szakember, meg hát nevezetesen Haraszti Pali bácsi. És azt mondta, hogy ez érdekes dolog, mert ez fordítva szokott lenni. És szerettem a vizes technikát. A másik pedig az, hogy az akrilt azért szeretem, mert gyorsan szárad, és a gondolatmenetemet le tudom követni. Tehát nem kell várni. Alapprima az nekem az annyira nem megy. És az olajnál azért kötöttem ki a végén, amikor már teljesen készen van benne minden, akkor fejezem be vele. Finomítok, művessé teszem. Tehát ez akár vegyes technikaként is alkalmazom, de külön-külön is. Egy rögtönzött bemutató is következik egyik festményével kapcsolatban. Kicsit mélyebbre is betekinthetünk alkotói gondolkodásába is a művésznek. Ezeken a képein az amorfal foglalkozott. Amikor 1-2-3 ugyanaz a motivum már szerepelt különböző variációba, akkor megpróbáltam az amorfot megváltoztatni az amorf formákat, és itt a 3+1-nél van egy képbe bejövő amorf forma, van középen egy hát majdnem hogy kifejező lelki töltésekkel rendelkező forma, és van mögötte egy, amelyik kifelé is néz, befelé is néz, tehát három amorf formát állítottam egymás mellé, megváltoztatva a korábbi tendenciát, és egy átmenő fedőt, és így lett 3+1. De ugye hát a kompozíció miatt azért ez lényeges, hogy ott van. De akkor aztán igazán voltam, már jelentősége is lett annak, hogy az ott van. Tehát ha azt kivenném, akkor az egész kompozíció szétdőlne, így pedig együtt van. A Beugró című kiállítás képei Pécsen a Civil Közösségek Háza Gebauer galériájában a nagy közönség számára megtekinthetők szeptember 19-éig.